Köszöntöm nézőinket! Elérkeztünk a hónap utolsó adásához. Az elmúlt egy hétben rengeteg eseményen jártunk, mutatjuk témáinkat egy mondatban. Európai parlamenti választások, előbb összesítjük a történteket, aztán a politikusok értékelnek. Kinek és hol kötelessége a füvet levágni, a gyomot írtani? Emlékfutás a hősökért, mindent a fertőző mágyuladásról. Sporthíreinkben HSE, birkózó, valamint kézilabda eredményekkel jövünk. Tanévzáró gála, néptánc és modern tánc tanszakon. Bóbita Ovi gyereknapja a Rio játszóházban. Tömeg a szabadidőparkban. Akrobatikus bűvészműsor, Mickey Mini Party a Hungaroszpában. Rengeteg izgalmas program a Vadaskert kávézó kertjében. A következő percekben tekintsék meg rövid híreinket. Május 30-án tartotta meg soron következő ülését városunk képviselőtestülete. Többek között elhangzott a Hungaroszpa Hajdúszoboszlói ZRT, a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit ZRT, valamint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. Beszámolója. A testületi ülést teljes terjedelmében vasárnapi magazinunkban láthatják. Balmazújvároson a Nádudvari úton egy motoros és egy BMW típusú személygépkocsi eddig tisztázatlan körülmények között összeütközött. A kiérkező mentőszolgálat a légimentőket is riasztotta, de sajnos a gondos és gyors ellátás ellenére a motoros a helyszínen életét vesztette. A műszaki mentés és a helyszínelés időtartamára a hatóság munkatársai teljes útzárat rendeltek el, és a közeli utcákba terelték a forgalmat. A baleset körülményeit a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányság vizsgálja. Megyei elsősegélynyújtó versenyt tartottak május 30-án Hajdúszoboszlón a Hajdúbihar megyei katasztrófavédelem raktárbázisán. Két korosztályban általános és középiskolás csapatok adtak számot tudásukról a helyszínen különböző szituációk során. Önkéntesek segítségével szimulálták a különböző eseteket, sérüléseket, amelyeket el kellett látniuk a csapattagoknak. A teljesítményüket szakemberek felügyelték, ellenőrizték és értékelték. A verseny részleteit, valamint a végeredményt jövő heti adásunkban mondjuk el önöknek. Az európai parlamenti választások május 26-án zajlottak. Következő anyagainkban egy rövid összefoglalót láthatnak az eredményekről, ezt követően pedig a politikusok szólalnak meg. Az európai parlamenti választásokon magasabb volt az országos részvétel, mint 5 éve. A megszerezhető 21 mandátumból a Fidesz-KDNP 13 mandátumot szerzett meg, ami egy plusz mandátumot jelent az 5 évvel ezelőtti eredményhez képest. Az ellenzéki pártok közül az est folyamán két szervezet is örülhetett. A Demokratikus Koalíció eddigi két mandátum helyett megduplázta mandátumai számát 4-re, és több mint 16%-kal lett a második legerősebb párt. A Liberális Momentum pedig sokak meglepetésére 10%-ot ért el. Ezzel harmadik erőként került ki a választásból két mandátummal. Az MSZP párbeszéd és a Jobbik meggyengülve 7% alatti eredményt ért el, így csak egy-egy mandátumot kapott. A többi induló párt nem érte el az 5%-os küszöböt. A parlamenti párt, Legyen más a politikát, a választásokon a Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfalkú Kutyapárt is megelőzte. A Hajdúszoboszlón a részvétel az országos átlag alatt volt, de megyei részvétele közel azonos. A városban is a Fidesz szerepelt a legjobban, egymaga több szavazatot kapott, mint az összes többi induló. Több mint 4000 választó támogatta, ami az országos átlag feletti támogatottság több mint 53%-a.
Második helyezett Hajdúszoboszlón is a Demokratikus Koalíció lett több mint 1200 szavazattal. Ez a támogatottság több mint 16%, kicsit magasabb az országos átlagtól. Ami meglepetés, hogy a városban úgy értek el ilyen százalékot, hogy csak az országos kampány folyt, helyben nem voltak aktívak. Harmadik itthon is a Momentum lett 8%-kal, ami az országos átlag alatti, de így is 600 támogató szavazatot kaptak. Negyedik a Jobbik lett, tőle nem sokkal lemaradva az MSZP követte. Mindketten az országos átlag felett szerepeltek, de így is csak 7% környékét kaptak. A többi szervezet a városban sem ért el az 5%-os támogatottságot. Most következik a politikusok összefoglalója. A választásokat követően megkértük a különböző pártok politikusait, hogy mondják el véleményüket a választásokról. Elsőként Dede Tamás foglalta össze gondolatait. Hogy értékeli a választást? Először is meg kell köszönnöm mindenkinek, aki segített az Európa Parlamenti kampányunkban, elsősorban Jávor Benedek bejutásáért. Köszönöm mindenkinek, aki ránk szavazott, vagy aki szavazókörben segített szavazatot számlálni. Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen eredmény született. Azt mondhatom, hogy az Európai Parlament legjobb, legszimpatikusabb, legaktívabb, leghozzáértőbb politikusa Jávor Benedek sajnos nem tudja folytatni az Európai Parlamentben a munkát. Ez természetesen szomorú. De, hogy pozitívat is mondjak, az Európai Unió szinte minden országában, csak Magyarországon nem. Szóval az EU minden országában megerősödtek a zöldek rendkívüli módon. És ez egy örvendetes tendencia. Gratulálok minden győztesnek, aki tisztességes eszközökkel szerzett mandátumot ezen a választáson. És sajnálom azt, hogy nem alakult ki nagyobb ellenzéki összefogás. Mi kezdettől fogva a közös ellenzéki Európa Parlamenti listát támogattuk volna. És bízom abban, hogy az önkormányzati választásra őszre létrejön ez az összefogás. Kovács Imrét, a Momentum párt tagját telefonon értük utol. Kovács Imrét, a Momentum tagját telefonon értük utol. Üdvözlöm, hogy értékeli a választást? Én is üdvözlöm a kedves nézőket. Hát az első reakció az a hihetetlen öröm, és az az érzés, hogy az a rengeteg munka, amit beletettünk ebbe az eredménybe az elmúlt, most már több mint két évben, az meghozta a gyümölcsét. Remek ez az eredmény, egész egyszerűen nem tudok más mondani. És nem csak a budapesti 20% környéki eredményeink voltak jók, hanem a vidéki nagyvárosok országos átlagot meghaladó eredményei, például Debrecenben elért 11%, hanem a vidéki kisebb városokban is nagyon sok helyen nagyon szép 8-9% környéki eredményeket értünk el, így Hajdúszoboszlón is. Én azt gondolom, hogy ezzel elértük azt, hogy meg tudtuk mutatni, hogy a Momentum már nem csak egy budapesti párt, hanem nagyon is megjelentünk érdemben a magyar vidéken. Köszönjük szépen! A hétvégén zajlottak az európai parlamenti választások, és a Fidesz részéről Bodó Sándor államtitkár urat kérdezem, hogyan értékelné a hétvégi eredményeket? Hát köszönöm szépen az érdeklődést, azt gondolom, hogy igazából rendben vannak a dolgok, legalábbis ami azt jelenti, hogy a részvétel azért az olyan magas volt, mint korábban soha, és ez azért azt jelzi, hogy az emberek fontosnak vélték, hogy döntsenek. Nyilván voltak sarkalatos kérdések, vannak is, hiszen egy iránymutatást kapott igazából az, aki képviseli Magyarországot Brüsszelben, de hát látni kell, hogy a hajdúszoboszlói részvétel az országos átlag alatt volt ugyan, de a támogatottságunk az országos átlagot meghaladó. Én mindenképpen köszönöm mindazoknak, akik részt vettek ezen a választáson, és hát különösen azoknak, akik támogattak minket. És hát természetesen köszönet jár azoknak is, akik azért ebben a munkában részt vettek, delegáltak, választott tisztségviselők, mindazok, akik a lehetővé tették, hogy zavartalanul lebonyolódjon ez a választás. Melyik volt az a pont, amelyik valószínűleg a sikert meghozta? Szerintem két fontos kérdés volt, ami egyébként a döntéshozókat befolyásolhatta. Az egyik az, hogy hogyan és miképpen fog alakulni Európa jövője, a másik pedig az, hogy a magyar családokkal kapcsolatosan milyen jövő várható.
Az európai parlamenti választások összegzéséről kérdeztünk néhány politikust, így az MSZP Párbeszéd, a Momentum és a Fidesz állt kameránk elé. Adásunk kezdetéig megkeresésünkre a Demokratikus Koalíció és a Jobbik nem reagált. Az elmúlt időszakban számos kérdéssel keresték meg szerkesztőségünket annak tárgyában, hogy a városban több helyen már derékig ér a gaz. Az, hogy ez túlzás vagy nem, azt önök is eldönthetik. Következő anyagunkban Nyéki István, a Városgazdálkodási ZRT vezérigazgatója ismerteti, hol kinek lenne kötelessége a füvet vágni, illetve rendet tartani. De nem csak erről beszélgettünk vele, hanem arról a játszótérről is, amelynek építéséhez nemrég kezdtek hozzá a hármas számú körzetben. Fűnyírás, gyomírtás. Két olyan tevékenység, amit mindenkinek el kell végeznie a háza előtt. Egyes területeken azonban a Városgazdálkodási ZRT felel ezekért a munkákért. Vannak azonban olyan területek, ahol nincs egyetértés abban, hogy ott kinek kell elvégeznie ezeket a karbantartási munkákat. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a szokások szerint is és a helyi rendelet szerint is minden ingatlan tulajdonos az ingatlan előtti közterületet köteles tisztán tartani, télen síkosságmentesíteni, tavasztól késő őszig pedig nyilván olyan állapotba tartani a ott lévő zöld felületet, hogy az elfogadható legyen, tehát ebből következően mindenkinek a saját ingatlan előtt le kell vágni a füvet, lehetőleg gyomtalanítani kell, és hát persze, hogyha lehetősége van rá, akkor szépé is tenni, tehát akár virágokat ültethet, vagy a fákat, bokrokat gondozhatja. Mi annak a következménye, ha valaki ezt elhanyagolja látványosan? Hát ha valaki egy jogszabályt nem tart be, vagy megsérti az abban foglaltakat, akkor egy szabálysértési eljárás van maga után. Közterületfelügyelet eljárhat vele szemben, amennyiben nem tesz eleget ez irányú kötelezettségének. A Városgazdálkodási Nonprofit ZRT az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi a zöld területek fenntartását és karbantartását, ami azt jelenti, hogy kizárólag azokon a helyeken kell a városgazdának vágni a füvet, ahol a szerződésben ez rögzítve van. Ez körülbelül 200 ezer négyzetmétert jelent a városban, leginkább azokon a felületeken, ahol az ott lakóktól nem elvárható, hogy eleget tudjanak tenni az előbb említett karbantartási kötelezettségüknek. Ez azt jelenti, hogy a lakótelepeken, azokon a közterületeken, ahol nincsenek is lakóházak, tehát a városközpontban, a szilfák alja mindkét oldalán, a fürdő előtt lévő parkban, értelemszerűen az önkormányzat szerződés alapján a cégünkkel végezteti el ezt a munkát. De az összes egyéb területen, és ide hangsúlyosan ide tartozik például a Bartók-telepnek nevezett városrész, vagy a Hőforrás utca, a Városgazdálkodási részvénytársaságnak nem kell vágni a füvet, ott mindenkinek, saját magának az ingatlana előtt ezt meg kell oldani. Az, hogy cégünk időnként levágja itt is a füvet, az pusztán csak azért van, mert az ott lakók nem tesznek eleget a kötelességüknek, és annak érdekében, hogy a város frekventált részei valamilyen rendezett képet mutassanak, kénytelenek vagyunk elvégezni a munkát. Tehát akkor, amikor lakossági megkeresések érkeznek abból az értelemben, hogy hol vágjuk a füvet, mi nem azért nem teszünk ennek eleget, mert nem akarjuk elvégezni a munkánkat, hanem azért, mert nekünk a megrendelést Hajdúszoboszló Város Önkormányzata adja. Mi azokon a területeken vágjuk a füvet, ültetjük a virágot, gondozzuk a fákat, ahol erre megrendelést kapunk. A hármas számú körzetben megkezdték egy új játszótér megépítését. A Bihari utca végén épül egy játszótér, hogy az ott és a környéken lakó gyermekek is élvezhessék ennek előnyeit. A régi rekultivált törmeléklerakó területére került ez elhelyezésre. Jelenleg az állapotok elég kaotikusak, a játékelemek telepítve vannak, de még a játszótér egyéb felületei és a úttal való összeköttetés az nincs kialakítva, és természetesen a környezete sincs olyan állapotban, hogy ez használható legyen. Ez a folyamat
előkészítés és átgondolás alatt van. Én bízom benne, hogy rövid időn belül olyan helyzet lesz, hogy a környéken lakó gyerekek használhatják ezt a játszóteret. Remélhetőleg mindenki pontos információt kapott, épp úgy, ahogy télen is mindenkinek a portája előtt biztosítani kell a csúszásmentességet. Nyáron a füvet, a gazt le kell vágni. Következő anyagunkban már a tradicionálisnak számító emlékfutásról, a Hősökért eseményről számolunk be. Ennek során a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és önkéntes tartalékos katonáiból álló csapata 273 km teljesítve körbefutja Hajdú-Bihar megyét. Hajdúszoboszlóra május 27-én érkeztek. Az emlékfutás a Hősökért tavaszi toborzó hadjárat szoboszlói állomásán tartott megemlékezés a debreceni helyőrségi zenekar térzenéjével kezdődött. A zenekar 1954-ben alakult meg Takács József hadnagy és Gyévai István főtörzsőrmester vezetésével. A programsorozat célja a katonahősökről történő méltó megemlékezés mellett a sport és az egészséges életmód népszerűsítése. Ezen kívül a katonai hivatás az önként vállalható katonai szolgálatformák bemutatása. A Hajdú-Bihar megyében szolgáló tartalékos, szerződéses és hivatás katonák idézőjelbe jelzem, hogy körbefutják a megyét. 273 kilométert tesznek meg, valamennyi járás központot, ezen kívül egyébként összesen 18 települést fognak érinteni. Minden településen hősnap megemlékezést fogunk tartani, toborzási rendezvényt fognak a kollégák biztosítani. Ezen kívül azt gondolom, hogy a legfontosabb célunk az, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét a rendszeres mozgás fontosságára, a sport, a testnevelés, az egészséges életmód jelentőségére. Valamennyi járásközpontot szerettük volna úti célul megjelölni, és ahhoz próbáltunk egy olyan település hálózatot felépíteni, ami 5 nap alatt teljesíthető, napi 55-60 kilométert fognak megtenni a katonák váltófutás jelleggel, de minden településen kértük a lakosságot, hogy csatlakozzanak a futókhoz, a településen belül támogassák munkánkat azzal, hogy együtt futnak a katonákkal. Egy 1917-es törvénycikre hivatkozva tudom mondani, illetve 2001 óta az országgyűlés elfogadta törvényben rögzítve, hogy minden év május utolsó vasárnapján a hősökről is megemlékezünk, a hősök előtt tisztelgünk. Tisztelgünk valamennyi hős előtt, az Árpád-kortól kezdve a 48-49-es eseményeken keresztül, az első világháborús, más világháborús hősök mellett az 56-os események legfőbb résztvevői előtt is. A Magyar Honvédség napjainkban egy professzionális, önkéntes alapon működő szervezet. Alapját jól képzett katonanők és férfiak adják, akik hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos katonaként szolgálnak a seregben. A tavalyi évben bevezetett legújabb szolgálati ág az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat például azoknak jelenthet nagyon jó megoldást, akik bár érdeklődnek a honvédség iránt, de még nem biztosak abban, hogy számukra megfelelő ez a hivatás, vagy esetleg vonakodnak húzamosabb ideig lakóhelyüktől távol lenni. Ma már önként lehet katonai szolgálatot vállalni, ma már a laktanyákban csak olyanok szolgálnak, akik önként vállalták ezt a hivatást, szerződéses, hivatásos vagy tartalékos jogviszonyban. A munkatársaim minden információt megadnak ahhoz, hogy ha valaki érdeklődik a katonai oktatási intézmények vagy bármely szolgált forma iránt, akkor a kellő információt megkapja. Az eseményen jelen volt Sári Marian, a HSE futószakosztályának vezetője, Varga Imre humán közszolgáltatási irodavezető helyettes, valamint dr. Sóvágó László hajdúszoboszló polgármestere, aki a következő kép köszöntötte a futókat. Természetesen a legnagyobb tiszteltünk és köszönetünk azoké, akik a hősök emlékezetére futással bizonyítják, hogy fiatalok, életerősek és jól bírják a tempót. Azt gondolná sok ember, hogy hősük kevés van, pedig minden városban vannak hősök. Itt, hogyha megkérdeznénk a polgárokat, valószínű kettőt tudnának megnevezni, az egyik a Harsányi, a szobra is itt van, Harsányi Bálint, a másik meg Kecskeméti Balázs, aki hát, Hajdú katonáival nagyon szomorú sorsa zárta földi életét. Holott, hát tele vagyunk hősökkel, ugye itt is, az ő emlékükre is. Amoda is, a második világháborús emlékműnél is, olyan emberek neve szerepel, akik a maguk módján hősök voltak, sokat tettek, ezért a városért, sőt, hát a hazáért is.
Ezután polgármester úr egy emlékszalagot kötött arra a stafétabotra, amit a futók minden állomásra magukkal visznek. Farkas Gábor százados ünnepi beszédében a hajdúszoboszlói hősöket méltatta. Hősiességből és áldozatvállalásból Hajdúszoboszló város szülöttei minden történeti korban példát mutattak. Az ország függetlenségi harcaiban, a világháborúk vérzivataraiban és a szovjet megszállás elleni küzdelemben egyaránt. A város óriási mértékű háborús veszteségeinek megmaradt forrása itt a Református Egyházközség temploma előtti téren álló magyar hősi emlékmű, amely a közösségi emlékezet tárgyasult formája, és a mai napig hirdeti az első világégésben hősi halált halt és eltűnt hajdúszoboszlói katonák emlékét. Az emlékmű 1927-ben készült el. Talapzatának középső részén sebesülten lehanyatló katona alakját Somogyi Sándor szobrászművész alkotta. A félköríves talapzat két oldalán az elesett hősök neve van bevésve. Az avatásra 1927. október 27-én került sor, amelyen részt vett nagybányai Horthy Miklós, Magyarország akkori kormányzója. Az emlékmű központi felirata a világháborúban elesett hősfiai emlékére e város közönsége. A város katonafiai az első világháború idején legnagyobb részben debreceni csapattestekben harcoltak és szolgáltak. A megemlékezést követően a stafétabotot Hajdúszoboszlóról Hajdúszobát felé vitték tovább. Ahogy a múlt héten is, mai hírhozónkban is beszámolunk a debreceni törvényszéken történt aktualitásról. Az Igazság arcai a Jog és Bíróság színesben címmel hirdettek ugyanis rajzpályázatot, amire több tucat alkotás érkezett. Május 24-én nyitották meg a kiállítást, melynek célja, hogy rávilágítson a csapatmunka szépségeire, és megmutassa a gyerekeknek azt, hogy együtt többre képesek. A debreceni törvényszék és a Zoom Egyesület az Országos Bírósági Hivatal támogatásával az Igazság arcai, a Jog és a Bíróság színesben címmel közös gyermekrajzpályázatot hirdetett. A pályázaton a közoktatásban részesülő diákok és a sajátos nevelési igényű gyermekek alkotásaikon keresztül mutathatták be, milyenek látják a bíróságot, valamint a bírói munkát. A pályázatra 78 rajz érkezett összesen 12 intézményből, amely közül 6 speciális nevelési igényű gyermekeket oktat. A gyerekek rajzainak kiállítását május 24-én a debreceni járásbíróságon dr. Keller Ilona Márta, törvényszéki elnök nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, a program célja volt, hogy a gyermekek együtt dolgozzanak. Ezáltal átérezhessék, hogy számíthatnak egymásra, megismerik egymás értékeit, megtapasztalják, hogy együtt többre képesek. A Zoom Egyesület alapító tagja dr. Mangó Gabriella a gyermekek közötti esélyegyenlőség és az elfogadás fontosságát emelte ki, még dr. Mező Katalin adjunktus a pályaművek és az alkotó gyermekek értékeire hívta fel a figyelmet. Minden pályázót arra buzdított, hogy ne hagyják abba a rajzolást. A pályaművekből megnyílt kiállítás a debreceni járásbíróságon június 7-ig tekinthető meg. A debreceni törvényszék szívből gratulál valamennyi pályázó diáknak. Teljesen más témával folytatjuk így híradónk vége felé. A fertőző májgyulladás egy olyan betegség, amiről mindenkinek tudnia kell. A tünetek ugyanis nehezen felismerhetőek. Ebben a témában tartott előadást dr. Panyicki Zoltán gasztroenterológus a Kulturális Központban. Amit a fertőző májgyulladásról tudni érdemes címmel tartott előadást a témában dr. Panyicki Zoltán belgyógyász, gasztroenterológus. Sokan jöttek el erre a programra a Kulturális Központba, ami nem csoda, sokakat érdekel és sokakat érint. A jelenleg ismert hepatitis vírusokat A-tól G-ig jelzik, a betegség tüneteit sok esetben nehéz felismerni. Nagyon gyakran ez tünet és panaszmentes. Nagyon gyakran rutin laborvizsgálatok során derül fényházi orvosok által, amikor egy laborvizsgálat történik és májenzim emelkedést észlelnek, melynek a háttere aktuálisan tisztázatlan, és ekkor, hogyha látunk a májenzimekben emelkedést, akkor, és ez tartósan fennáll, akkor fel kell vetni, hogy nincsen a háttérben esetleg egy krónikus májgyulladás. Ugye ezt elsősorban a hepatitis B és a hepatitis C vírus sok okozzák, és hát előfordul az akut májgyulladásoknál, hogy tünetekkel jelentkezik a beteg általános gyengeségét, vágytalanság, hányinger, hányás, és egy nagyon jellegzetes tünet
a sárgaság megjelenése, ekkor már viszonylag egyszerűbb dolgunk van, hogy tudjuk azt, hogy akkor egy mágyulladás zajlik, és akkor ennek a hátterének a tisztázása kapcsán a kivizsgálás derít fényt arról, hogy mondjuk ezt egy fertőző mágyulladás vírusa okozta. Gyakorlatilag bármely korosztályt érintheti. Jellegzetes, hogy ha fiatalabb korban kapják el, tehát kisgyermekkorban jön ez a betegség, akkor gyakrabban tünet és panaszmentesen zajlik le egy akut vírusfertőzés, idősebb korban inkább okoz tüneteket. Tudni kell a vírusfertőzésekről, hogy a különböző vírusfertőzéseknek különböző rizikófaktorai vannak, különböző dolgok válthatják ki, például, hogyha tudjuk azt, hogy mondjuk egy A vírus és egy E vírus az gyomor bélrendszeren keresztül terjed, akkor egy külföldi utazás lehet egy ilyen, ami felhívhatja a figyelmet, hogy esetleg ott össze lehet szedni mondjuk egy hepatitis A vírus. Idősebb korban, vagy a serdülők korban, ugye ott akár a szexuális kapcsolat, egy egészségügyi ellátás kapcsán, egy tűszúrásos baleset, egy fokhúzás kapcsán ezek a vírusok terjedhetnek a hepatitis B és a C vírusra, inkább az jellemző, hogy szexuális úton terjedhetek vérrel, vérkészítményekkel. Egyik formája a hepatitis B vírus által kiváltott mágyulladás például a leggyakoribb fertőző betegségek közé tartozik. A nyilvántartott fertőzöttek száma világszerte 300-350 millió. Rendkívül lényeges az élelmiszerekkel kapcsolatos higiénia. A cél az mindenképpen az lenne, hogy érdeklődőbbek legyenek az emberek, illetőleg hozzátartozzon az általános műveltséghez is, akár nem az, hogy ismerjék a különböző vírusokat, de hogy például hogyan terjed, mire kell vigyázni, ugye fiataloknál, és ezért is hozták be azt a 1999-től, 2000-től oltják a fiatalokat hepatitis B vírus ellen, tehát életkorhoz kötötten kötelező védőoltást vezettek be, ezáltal a hepatitis B vírus fertőzés megelőzhetővé vált. És ennek az előadásnak a célja az az, hogy az utóbbi években Magyarországon is, és így világszerte elérhetővé vált, hogy váltak új kezelési módszerek a hepatitis C vírus ellen, így azok a betegek, akik eddig nem tudtak meggyógyulni, és a hepatitis C diagnózis az egy stigma volt a betegek számára, gyakorlatilag 2015-16-tól az új modern szájon átvehető tablettás készítményeknek megfelelően a betegeknek több mint 95%-a gyakorlatilag gyógyul, és igazából az egyik fő mondani valója, fő üzenet az ezennek az előadásnak, hogy azok a betegek esetleg, akik tudtak eddig erről, csak bujkáltam, mert stigmaként élték azt meg, hogy a szomszéd vagy az egészségügyi ellátóintézményekben, ugye, hogy ő hepatitis C vírus fertőzött és hátrább lett sorolva, ez gyakorlatilag egy 2-3 hónapos kezelés során meggyógyulnak. Az A vírus és az E vírus az széklettel, szennyezett élelmiszerekkel, nem kellően hőkezelt húsok, például a hepatitis C vírusról nem olyan rég mutatták ki, hogy nem csak emberről emberre terjed, hanem állatról emberre is. Így a hazai sertéstelepeken végzett vizsgálatoknál azt mutatták ki, hogy gyakorlatilag minden másik harmadik sertéstelepen van hepatitis E vírust hordozó sertés, és nem kellően hőkezelt húsok elfogyasztásával állatról emberre terjedő megbetegedés is ki tud alakulni. Dr. Panyicki Zoltán elmondta, nem ritka az, amikor az előadásokra érkező vendégek kérdéseket fogalmaznak meg. Fertőzés egy a más károsító hatások is okozott, és az egyik vezető tünete, de nem obligált tünete a sárgaság. Gyereknapi körképpel jövünk azonnal, de előtte még egy beszámoló a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskoláról. Május 29-én tartották ugyanis a modern tánc és néptánc tanszakos tanulók évvégi gáláját. A szeptember óta tartó munkát bemutató estre rengetegen érkeztek. A gyerekek és tanáraik sokat készültek a programra. Május 29-én rendezte meg tanévvégi táncgáláját a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárban. Fél órával a műsor előtt már gyülekeztek a szülők, nagyszülők, a diákok pedig lázasan készülődtek. Ezen a délutánon a modern tánc és néptánc szakon tanulók mutathatták meg azt, hogy mit tanultak és mennyit fejlődtek az elmúlt egy év alatt. Modern tánc és néptánc szakos tanulók mutatják be tudásaikat. Milyen műsorokkal készültek a mai napra? Igen, a mai napon a modern táncos és néptáncos tanulóink mutatják meg lényegében azokat a produkciókat, amiket tanév közben tanultak.
készültek a néptáncosok különböző tájegységek táncaival, a modern táncosok pedig erre a stílusra jellemző modern zenére készült koreográfiákkal. Jelenleg hányan tanulnak most modern táncot, illetve néptáncot? A modern táncon 32 tanulónk van, és 81 tanuló pedig a néptáncos. Évről évre többen jelentkeznek erre a szakra, vagy mennyire népszerű ez a gyerekek körében? Azt mondhatnám, hogy népszerű, mert egy olyan világban élünk, ahol a mozgás úgy látom, hogy egyre inkább előtérbe kerül, és ez talán nincs is korosztályhoz kötve. Aki teheti, és van rá lehetősége, az kihasználja a művészeti iskolának ezen tanszakait, és beiratkozik, és hát ugye a szülőket meg tudjuk, hogy ki mit mozog, szabadon választhat ezen a területen, és hogy ez mennyire fontos. Mennyire volt sűrű az elmúlt egy év? Volt lehetőségük fellépéseken, versenyeken részt venni? Voltunk fellépésen, nem egy, nem kettőn, most ezeket nem sorolnám fel. Sok fellépésünk volt, sok felkérésünk volt, voltak nyílt óráink, ahová a szülők bejöhettek, megnézhették, hogy mit tanulnak a gyerekek, hogyan telik egy óra, egyáltalán milyen hangulat van a művészeti iskolában. Miért fontos az, hogy például a zene, hangszerek, rajzolás mellett a táncra is nagy hangsúlyt fektessenek? Hát egyrészt azért, mert a művészeti iskola küldetése és a pedagógiai programban is benne van, ugye a tánc tanszakoknak az indítása, és a másik pedig a tánc tanszakokon belül is a néptánc, a néphagyományok, a népdal, a népzene tisztelete. Medve Fédra modern tánccal készült erre a gálára. Elmondása szerint szeretne egyre jobb és jobb lenni. Te milyen műfajban táncolsz? Hát én ez a modern táncos műfajban táncolok, ez a klasszikus tánc. Mióta táncolsz? 4 éve. Fédra nagyon komolyan veszi a modern táncot, hiszen a későbbiekben magasabb szinteket is el szeretne érni. Elszántsága megmutatkozik abban is, hogy sokat gyakorol. Gondolkoztam azon, hogy táncművész leszek. És mennyi időt vesz neked mondjuk hetente igénybe az, hogy felkészülj a különböző előadásokra vagy fellépésekre? Hát egy héten egyszer van modern tánc, és én otthon is szoktam gyakorolgatni, hogy minél jobban menjenek ezek a táncok. Kovács Boglárkának a tánc mellett a népdal éneklés is nagyon jól megy. Több versenyen is sikeresen szerepelt már. Erre a délutánra azonban néptánc csoporttal együtt lépett színpadra. Mióta néptáncolsz? Hát most 5. vagyok néptáncon, de már régebb óta is, olyan 6-7 éve. És vannak komolyabb terveid is később a néptánccal kapcsolatban? Hát inkább a népdal énekléssel, mert voltam versenyeken is, ilyen népdal éneklési versenyen. És mit szeretsz jobban, táncolni vagy énekelni? Hát mind a kettőt. És milyen népdal énekes versenyen voltál, és hány alkalommal? Hát voltam 2 iskolai népdal éneklési versenyen, mind a 2 második lettem, meg voltam az osztályunk egy ilyen csoportot is voltam, azzal városin is voltunk, mert tovább jutottunk a városira, és azon is voltunk, meg voltam egy megyei népdal éneklési versenyen is. És miért szeretsz énekelni, illetve táncolni? Hát sokfélét. Ilyen népdalokat szeretek énekelni, táncolni, meg úgy mindenfélét. És miért szereted? Hát nekem az ilyen örömet okoz, amikor táncolok, meg énekelek. A gyerekek nagyon lelkesek voltak, s mint ahogy kiderült, nagyon komolyan veszik azt, amit csinálnak. Szeretnének még sokat fejlődni, hogy a jövőben további sikereket érhessenek el.
Mai hírhozónkat is sporttal zárjuk, hiszen Zoli már befutott a legfrissebb hírekkel, többek között a focisták eredményeivel. Köszöntöm nézőinket! Így van, ma is hoztam a friss HSE eredményeket, de lesz még birkózás és kézilabda. A megye hármasok mérkőzése elmaradt ezen a hétvégén. A megyei labdarúgóink, az U19-esek, illetve a felnőttek is 2-2-es döntetlent értek el a Kaba ellen. A megye 3-as Aquagenerál HSA mérkőzése nyitotta volna a május 25-i mérkőzések sorát. Hazai csapat volt, vendégcsapat viszont nem. A sereghajtó Hajdúszobát nem érkezett meg a lista vezető otthonába. Kis Zoltán együttes a mérkőzés nélkül 3-0-ás eredménnyel kapott 3 pontot. A HSE az utolsó tétmérkőzését június 8-án hazai környezetben játssza a Fülöp ellen. A megyei csapataink a Kabát látták vendégül. László Rihárd és Kálmán Zoltán által irányított HSE jelentősen megfiatalodott együttessel lépett pályára. Fiatalság ide vagy oda, Pallagi János és Pap László góljaival már 2-0-ra vezetett a HSE. De a kieső jelölt nem hagyta magát. Előbb Jeges Zoltán, majd Bernát Balázs jól eltalált lövésével egyenlített a Szomszédvár. A 2-2-es döntetlen egyik csapatnak sem jött jól. A HSE a szezon utolsó mérkőzésén, június 1-én a Berettyóújfalu vendége lesz. Erdei István együttese hasonló forgatókönyvű mérkőzést játszott, csak a 14. percben a Kaba vezetett 2-0-ra. Viszont a fordulást követően Kecskés Hunor Vajk találataival egy pontot itthon tartottak az U19-es labdarúgók. A Berettyóújfalu elleni mérkőzésen a 7. hely megőrzéséért játszanak az ifistáink. Sokat készült Nagy Alex a szabadfogású országos bajnokságra, amin 3. helyezést ért el. A sportolónak nem volt könnyű dolga a gyomaendrődi versenyen. Edzésen kerestük fel őt és edzőjét, ahol beszámoltak nekünk a megmérettetésről. Ahányszor csak a birkózóknál járunk, Alex mindig ott van az edzésem. Keményen dolgozik, az élete ez a sportág. Szépen gyűlnek az érmei, és a versenyeken elért eredményei arra engednek következtetni, hogy fényes jövő áll előtte. Az edzéseken komolyan veszi a feladatokat. Legutóbb Gyoma Endrődről gyűjtött be egy bronzérmet a szabadfogású országos bajnokságon. Alex a következőképp foglalta össze a versenyt. Elég nehéz volt, birkóztam 4-et, abból 3-at nyertem, 1-et kaptam ki a elődöntőbe. Milyenek voltak az ellenfelek? Hát erősek, nagyon erősek voltak. Számítottál arra, hogy ilyen erősek lesznek? Számítottam rá, hogy erősek lesznek. Mérkőzés előtt elég ideges szoktam lenni, de mérkőzés közben már azért annyira nem szoktam. Amikor legutóbb itt voltunk, akkor ugye te pulcsiban edzettél, mert hogy nagyon fontos volt, hogy hamar dobj le több kilót. Ez sikerült? Sikerült, elég nehéz volt, éppen, hogy meglettem a versenyre. Milyenkor a jó napi rend, vagy az étkezési rend, hogy ez sikerüljön? Hát az utolsó 2 nap már szinte alig ettem. 1-2 almát ettem, és ennyi volt. Ez az... 2 ittam. Az országos bronz is hatalmas eredmény, ő azonban egy kicsit csalódott. Szerettem volna fényesebbet, mert pont az elődöntőbe úgy kaptam ki, hogy egy másodperc kellett volna. Összességében eredményes évet tudhat maga mögött, elégedett magával, ahogyan Tamás az edzője is. Bíztam benne, hogy kicsit szebb eredményt érünk el, mivel különágon lett attól, akitől múltkor kikapott. Nos, egy ceglédi ellenféle nagyon nagyot küzdött az elődöntőbe. Sajnos egy másodpercen múlott a győzelem, így 3. helyezést érte. Milyenek voltak a mérkőzései edzői szemben, hogy láttad azért végig kísered a fejlődését, láttál esetleg ezekben a meccsekben fejlődést az eddigiekhez képest? Igazából azt vettem észre, hogy ez a fogyás kicsit megviselte, meg mivel ez egy országos bajnokság volt, nagyon izgult láttam rajta, ráadásul eléggé füllet meleg volt bent. Nagyon szépen birkózott, nagyon büszke vagyok rá, mivel olyan ellenfeleket vert meg, akik rendelkeznek egy egész sportcentrummal, úszó, medence, konditerem, mivel mi csak egy kis terembe edzünk, heti 3-szor, ez egy nagyon szép eredmény. Alexnek 4 kilót kellett leadni a napok alatt. Mindenkinél más az, hogy mennyire viseli meg egy ekkora súlyveszteség ilyen rövid idő alatt. Én úgy gondolom, hogy alkattól függ,
mert ugyebár a vékony alkatúak azokat nagyon megviselni a 4 kiló. Most Alexen, hogy is mondjam, egy kicsit volt felesleg, és úgy gondoltam, hogy ezt a 4 kilót ezt még le tudja adni, annál többet már nem engedek, mivel azért még csak gyerek, és az nagyon megviselni. Most az eleje az ugyebár könnyű volt, ez a 1-2 kiló ez nagyon hamar lement, utána már segíteni kellett szaunával is, és a végén már nem megtiltottam, hanem mondtam neki, hogy szinte a folyadékot is vegye vissza, és az utolsó napon, ha jól tudom, nem is evett szinte egyáltalán. Tamás a csapat teljesítményét pozitívan értékelte az idei tanévben. Nagyon örülök neki, nagyon szép eredményeket értünk el, mivel 3 országos bajnokságon indultunk el, tehát különböző korcsoportban, és mind a 3 országos bajnokságra hoztunk el érmet. Bízom benne, hogy a következő fél év az még jobb lesz, de így is nagyon örülök. Alex teljesítményéhez ezúton is gratulálunk. Véget ért az MB2-es szezon a leány kézilabda bajnokságban. A Hajdúszoboszló kézilabda sportjáért közhasznú egyesület leány csapata az 5. helyen zárta a 2018-19-es szezont. Az utolsó mérkőzésen a bajnok Balmazújváros csapatát látták vendégül a lányok, és 18-46-os vereséget szenvedtek. Kicsit alul motivált volt a csapat, az előző mérkőzések tüze nyomokban volt csak felfedezhető. Igazából a gólkülönbségre kellett odafigyelni, hogy a Nyírbátor csapatát magunk mögött tartsuk. Ez sikerült, így a kitűzött célokat maximálisan teljesítette a csapat. Gratulálunk a lányoknak az egész éves munkához és ehhez az eredményhez. Köszönjük a szülők támogatását. Hajrá Szoboszló! Jövő héten is várom kedves nézőinket a legfrissebb sporthírekkel. Hírozónk végére értünk, magazinunkat gyereknapi körképpel folytatjuk. Birtokba vehették kicsik és nagyok a szabadidő parkot a Volt Camping területén, de a debreceni tűzoltóság is nyitott kapuk mellett várta a családokat már szombaton. Folytatjuk.